hát akkor sikerült bemászni. Eléggé old school, hekkedelt a péta. Mondjuk a födém az ott sincs jó állapotban. Elnézek, viszont ezek a régi szekrények, ezek örökére 22 év úgy látszik. Minden. Húha. Hasonló nekem is volt. Na jó. Ezért csak óvatosan nézzünk be. Kapcsolok lámpát. Ezt a kurva. Hát... ez nem második világháborús sótartó, de második világháborús tepsi. És második világháborús zsír van benne. Befallazott Röfi. Elias. Régi földelés nélküli konnektor. Hát ez nem semmi. Néhány fotel. Hát ez nem biztos, hogy ez a vasút idejéből maradt ez mind itt. Hát egy telefontöltő vezetékétől megfosztva. Szóval nem semmi. Hát az ajtó be van zárva. Van egy bicikli kormány. Azta, ezt nézzétek. Video game system. Bár kétlem, hogy működik, de ez, hát meg ezeket se. Ezeket biztos, hogy a bezárás után hozták ide, viszont ez igen. Ezt nézzétek, ez... volt nekem is hasonló, vagy legalábbis nekem nem, de kölcsönben nálunk volt. Aha. Aha, tehát itt vannak a... ez egy Atari 202 vagy 2600-asnak a klónja volt, és a legtöbb azt tudta fogadni a kardécsokat is, ami az Atarihoz tartozott, bár... ugye válogatja, én hallottam, hogy a rémtöltelget, hogy volt, ahol csak díszként volt ott a kardécsnek az olvasója, és nem működött. Van, ahol viszont igen, mert 8-bites gépeknél azért még volt hozzá dokumentáció, meg publikusak voltak a látkiosztások, meg minden, viszont... aha, itt egy másik edekje. Sajnos most elvinni nem tudom, de... meg ahogy itt elnézem, nincs is olyan állapotban, hogy működőképes legyen, de ha egy ilyenből lenne egy működőképes, hát gondolkodás nélkül vinném. Ezt viszont megvizsgálom még kicsit tüzetesebben, csak kihozom ide a fényre. Nem hiszem el, mert nem tudnék ha nem itt kezdeni. Illetve tudnék, ha működne. Hát ezek a Video Game System és hasonló néveken ilyen kínai klónokat gyártottak az Atari 2600-as gépen, ott is van 3500 játékban be van építve. És jöttek, ezek az is olyan volt, hogy 4 kard volt, és az egyikkel lehetett a játékokat, és akkor különlegessége az volt, hogy ezek mind ugye egyáll, hát vagy nem minden, majdnem mind ezek egyállású kardok, tehát egy irányba lett, tehát az egyik volt a Game Select. Lehet, hogy van is rajta írás, csak most nem tudom olvasni, akkor lakosszom. Ja, itt van a game reset, ez az egyik, hogy ez a alapállásban lakta a játékot, gyakorlatilag újra betöltötte. De ilyen az eredeti Atari-n is volt, és itt van a game select. Ja, ezt kellett így nyomkodni, de hogyha, tehát így lapozgatott a játék között 3500 játékból, mondjuk az nyilván nem 3500 különböző, hanem egy játéknak volt több változata is, aztán azt belepakolták mindet. Hát ugye maga egy játék, tehát... az úgy képzeljétek el ezt a gépet, hogy ahogy 1 MHz-es processzora volt, és 128 byte, tehát ismétlen byte memóriája volt. A játék többi része a ROM-ban volt, tehát egy 4 kB-os a szem ROM chip volt. Egy Atari kartridzs, de most ezt így nem mondom fejbe, de nagyjából ennyi volt. És egy ilyen kínai klónba ugye beépítettem tartalmazott több játékot. És így lehetett lapozgat a játékot, viszont ha véletlenül túlmentél, mert ugye nagyjából lehetett csak sejteni, nem volt számláló, most semmi sem, hanem ezt rákötötted a tévére egy antenna bemenettel, és akkor így, tehát így jobbra tudod, mert nagyjából tudtad, hogy hol van az a játék, amit játszanak, akkor ha véletlenül túlmentél, kezdheted előre, körbe kellett menni. És itt van egy másik, ez a Game Switch, tehát ez megint Game Select, Game Switch, és Video Game System. Mehetek is majd kezet mosni valahova, csak hát... ja, és ja, próbál, ez egyetlen két állású kapcsoló, ezzel tudta be meg kikapcsolni. És akkor a Game Select, és ugye két rendes, ezért szabványos, ilyen mikrokapcsolós joystickot lehetett rákötni. És itt volt még egy ilyen Game Group Switch, amivel ugye hát különböző játékok voltak, vagy különböző nehézségek voltak benne, és ugye itt volt hozzá egy 12 voltos adapter, azt tudtad hozzákötni.
És ez pedig egy sima RF kimenete volt, tehát egy normál, azt hiszem, az UHF 36-os csatornára, azt, hogy jól emlékszem, arra tette ki a jelét, hogy az UHF 60-ra. De tényleg, hogy ez egy TV csatornaként be kellett hangolni, tehát ez egy normál antenna kimenete volt, és tehát RF modulátor, és a TV antenna meg a tére kellett kötni, csak hogy gyorsan nézzünk. Na. És akkor itt a difficulty, tehát itt az a játékok nehézségét tudtad állítani. Ugye a novice a könnyű, expert a nehéz. Hát kétállású kapcsoló, és akkor nyilván nézzük a... Ja, TV game kompatibilis. Hát igen, tehát hogy az ott Atari-val kompatibilis volt. Hát el nem visszük nyilván, mert... Látjátok, hogy szerintem a retek is évtizedes rajta. És... Csodálkoznék, ha ez még működne, viszont... Tehát egy ilyenből egy működő azért az elekje. Sokat már nem ért pár ezer forintot, az fénykorában is egy olcsó klón volt, de... Made in Taiwan. Még ennyit lehet hova megtudni. Hát jó. Ez lehet, hogy egy külön videó lesz, de... Mindegy, búcsúzzunk el tőle, nem visszük el. Ott van még egy játékmotor is, és ennyi. Aha, és ezt nézzétek meg, ez egy... Ez lehet, hogy pont ehhez tartozott, erről szedték le, de ez egy TV antenna csatlakozó. Tehát ezzel még be is lehetne kötni, de hát ennyi. Most már csak igényeim, nem valahogy másszak.